A híd legenda, a híd csend, a múltból a jövőnek üzen. A híd kinyújtott kéz történelmet mesél, a híd megérint, s átérsz évszázadokat is talán. A híd összeköti azt, mit elválasztott emberi határ. A híd baráti szó, mely tátongó mélységet ível át. Ha a híd fölött angyal száll, lelket segíti át, hogy eljuthass a rosszból a jóba, hogy magad légy, ha elindulsz a hídon át. Magadból, magad felé megtalálod, mit kerestél. Hiába húz a mély a pokol, hol csonkahidakat látsz, mit bombák zúztak szét, hol emberek öltek embert vallásokért. Átvezett téged a híd, és a túlsó partra érsz, ez a te átkelőd, a te hidad, mit építettél, csak a tiéd, mégis mindenkié. Sokan jönnek utánad, új hidak épülnek fel, emberek írnak új történelmet, a híd lesz majd a jel. Találkoznak, kik távol voltak, közel hallik, mi messze szólt, világos lesz, mit nem értettél, mert összefogás és szeretet nem lehetett, nem volt. Seregek jönnek az igével, híd épüljön emberek között, érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött. Jó napot kívánok! Határtalan szeretettel üdvözlök mindenkit a Liliumok szavaló versenyén. Bíró Endre vagyok, a Lilium szálok szülői közösségek egyik szervezője. Ma este sok igaz magyar költőt fognak méltatni a gyerekek a Magyar Kultúra napja alkalmából. 1823. január 22-én véglegesítette a himnuszunkat Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén. Kölcsey Ferenc író, államférfi, aki alá tudta rendelni a politikai érdekeket az össznemzeti ügyekért. Ha kevés ilyen politikus tudnánk ma felmutatni. Kölcsey azt mondta, a kultúra az, ami leültet minket egymás mellé. A kultúra az, ami a politika fölé tud emelni, és az ő gondolatait követve nagyszülőt, szülőt és gyermeket egymás iránti tiszteletre, szeretetre és emberségre tud nevelni. Az az ember, aki a himnuszt megírta, amire az egyértelműen büszkék lehetünk, azt üzente nekünk. Igyekszem pontosan idézni. Kinek a szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát minden nemzet között. Tisztelt gyerekek, ez az üzenet elsősorban nektek szól. Büszkék legyetek a hazátokra, politikamentesen, akkor becsület, megbecsült magyarjai lesztek a világnak. Legyetek jók, és a szépet keresétek. Sok sikert mindenkinek, és jó szórakozást. Átadom a szót Gergely Grétának, aki az esti programot levezeti, és Tóth Mátéval együtt a Bodrogközi Néptáncot is előadják. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szülőket, pedagógusokat, versenyzőket egyaránt, immáron második alkalommal megrendezésre kerülő vers- és mesemondó versenyünkön. Gergely Gréta vagyok, zsámboki lakos és az Aszódi Evangélikus Gimnázium tanulója. Ma én fogom körbevezetni önöket a versek és a mesék csodás birodalmában. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Zsámbok község önkormányzatának képviselőit, és egyben polgármester asszonyunkat is, Holló Ilonát. Most hadd köszöntsem és mutassam be a zsűrink tagjait. Horváth Klára, Szívkamara Színház vezetője, Budapest. Erdei Katalin,
Színia, könyvkiadó munkatársa és lektora, Budapest. Kovács Lászlóné, Dányról, alsós tanárnő. Simó József, előadó művész, Cegei Vasalapítvány magyarországi képviselője. Szeretném tájékoztatni a jelenlevőket, hogy a szavalatok közben két alkalommal is szünetet tartunk. Ezért megkérem, hogy a műsor alatt a helyükön tartózkodjanak, mobiltelefonjaikat pedig kapcsolják ki, hogy az előadást és a zsűri munkáját ne zavarják. A szavaló gyerekek elől várakozzanak, és a versüket elmondva hátul fáradjanak le a színpadról. Köszöntöm állandó vendégünket, Vesztergán Miklóst, tárogató művészt és írót, aki gyönyörű tárogató muzsikájával fog minket szórakoztatni. Fogadják nagy szeretettel! Most pedig szeretném tájékoztatni Önöket a verseny sorrendjéről és értékeléséről. A gyermekek osztályok szerint lesznek szólítva, tehát az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályosok mérik össze tudásukat. Az értékelés is ezek szerint zajlik majd a zsűri részéről. Most pedig versenyünket megnyitja Tóth Jázmin és Takács Lili. Fogadják őket sok szeretettel. A versenyzőknek sok sikert kívánok, Önöknek pedig jó szórakozást.
Pálfalvi Nándor farsang, táncla, kislányok, daloljatok, fiúk, itt a farsang haja húj, ne lássunk most szomorút, mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel, múlik a tél, haja húj, és a tavasznak jönni kell. Köszönjük szépen! Most pedig szeretnék két dányi ifjút szólítani, Olá Gellértet és Mucsi Lászlót, akiknek máshol is bizonyítaniuk kell tehetségükről. Akkor mégsem. Akkor megkezdeném az első, második osztályos tanulókkal. Szólítom először Szabó Évikét a budapesti Grassalkovics Antal általános iskolából. Felkészül Németh Zsolt kókáról. Vörös Sándor galagonya, őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magában. Hogyha a holdra fátyol a tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Most következik Németh Zsolt, fölkészül Bozlék Rita. Varró Dániel szösznéne. Fönt a Maszhat-hegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, ott lőtt teraszán szösznéne. Ott lőtt teraszán vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dudrász vegy ócsdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Hogy sohasem tetszik berkedni a nagy dúdlásban, szösznéne? Hogy az összvér, hogy a köszvény nem szedi kedvét, szösznéne? Hát, tudjátok, ez úgy van, gyerekek, nálam csupasz az asztal a kerevet, csupasz a tévé, csupasz a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz nokedlin, szösz van a hajamon, a fülem, szösszömön, összvér, köszvény, semmi se búsít, nem szegi semmi se kedvem, köszönöm. Futnak a takarítók a teraszhoz, sipítoznak már is. Szösznéne, csupasz össze a függön, csupasz össze az abrosz, nem eszemek rossz vége. Csupasz össze a nyugdíj, csupasz össze a tajszám, szösz van a porcica kunkori bajszán. Szösztelenítsünk, portalanítsunk, takarítsunk, szösznéne. Fönt, a Maszat-hegy legtetején, ahol érk a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, dúdrászk a teraszán szösznéne. Szösztelenítés, portalanítás, föltakarítás, kösz még ne! Most következik Bozlék Rita. Fölkészül Papp Tibor. Kányádi Sándor hallgat az erdő. Hallgat az erdő, csöndje hatalmas, mahát kapargat benne a szarvas. Mahát kapargat, kérget reszelget, szimatol, szaglász, cimpálya reszket, ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő, csöndje hatalmas, kújtorog benne, éhes a farkas. Éhes a farkas, éhében vesz meg, szimatol, szaglász, horpasz a reszket, ura a két fül, minden kis nesznek. Hallgat az erdő, kajtat a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp! Most az ordas orrát lenyomja,
s fölkapja menten, rálel a nyomra, szökken a farkas, megnyúlik teste, szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppan a hó, s a száraz ág recsen, ágyú lövésként halszik a csendben. Roppan a hó, s a száraz ág recsen, s már a szarvas sem kérődzik resten, ina, mint íhúr, feszül és pendül, teste megnyúlik, futásnak lendül. Nyelvét kiöltve lohol a farkas, messze előtte inal a szarvas. Zúzmara, porhó, porzik a fákról, menti a szarvast csillogó fátyol. Horkan a farkas, nyüszít és prüszköl, nem lát a hulló, porzó ezüsttől, nyomot vét. Kábán leül a hóba, kilóg a nyelve, lelóg az orra. Hallgat az erdő, üvölt a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Most következik Papp Tibor. Előadja Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Felkészül Gáspár Nyika Norbert. Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld, csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Gáspár Nyika Norbertet követi Fülöp Noémi. Móra Ferenc a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szellek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt a zárva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó, varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, 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 nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbas banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra, kis cipőt egyre csak azt hajtja. Megkérném a felkészülő tanulókat, hogy a színpad mellett várakozzanak. Most következik Fülöp Noémi, felkészül Kis Kornél. Vörös Sándor, jégveremben, fagyos réten. Jégveremben, fagyos réten, harangoznak Kecskeméten. Fülik hó a bálteremben, így táncolnak decemberben. A keringő táncos lányok, mind átlátszó jégkristályok, csörömpölnek elő-hátul, a kuvasz is rájuk bámul. A borbélyok nekiállnak, jégcsapokat borotválnak, az egnészek nekidülnek, zegernyét délt hegedülnek. Kis Kornél következik, fölkészül Pál Boglárka. Kálászló Szilvia, tréfás vers. Elgurult egy üveggolyó, gyorsan vitte a lába, addig gurult, míg odaért, fordított országba. Végigjárta, megfigyelte, látta a világot, visszatért és elmesélte nekem, hogy mit látott. Figyeljetek, továbbadom, hogy ti is halljátok, először is látott békát, ki egeret fogott.
aztán zebrát, aki repült, s fa tetején lakott. Látott macskát kutyagolni, a kutya meg macskagolt. Látott fehér vízilovat, fókát, ki medve volt. Énekeltek a tehenek, úsztak a mókusok. Barátom az üveggolyó, skorpión lovagolt. Hallgattam én figyelmesen, de ő kikacagott. Bevallotta, hogy az egész bizony csak tréfa volt. Pál Boglárka után már a harmadik, negyedik osztályos tanulókat fogom szólítani. Csukás István egérmese, dohogott az egér, sosincs friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt az abolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt az abolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált. Köszönjük szépen, most pedig fogadják szeretettel Vesztergán Miklós tárogató művészt. Negyedik osztályos tanulók közül szólítom Csillag Vivient, fölkészül Cégény Szintia. Tel Emil, miért írunk golyós tollal? Egy tintahal kiskorában
megjelent az iskolában. Ingyen adnám én a tintát, ha a leckét szépen írnák. Meg is nézett néhány írkát, szép írást és írkafirkát. Krikszkraksz is volt, paca is volt, macska, kaparás, meg zsírfolt. Elszomorodott a tintahal. Jaj, mennyi írkafirka! Nem adok én ehhez tintát! Visszament a vízbe inkább. Nem kérdezte senki, hol van, inkább írunk golyóstollal. Cégény Szintia következik, fölkészül Horváth Henriett. Romhányi József, nyúliskola. Erdőszélen nagy a móga mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle, leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposztal, letépet leveleimből öt tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjában visszatapasztjuk a letépet táposztó káposztó leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek. De hogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felelj, te, nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát. Mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok. Felelte elképesztő képzetten. A kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta. Horváth Henriett következik a Kókai Kossuth Lajos általános iskolából. Felkészül Lackó Zsolt. Romhányi József interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm. Olvasd! Igaz volna a mavád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyás nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot. Ez az egész csak Grimm mese. Hogy piroskát ön falta fel, talán az is hamis vád, nem hagyott meg belőle más, csak fél pár harisnyát. Hogy őt ruhástul, mit ki nem eszeltek, én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkasnyál nyomdíszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál. Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomra engem észre. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka. Lackó Zsolt után következik Horváth Petra. Szilágyi Domokos, tréfás mese. Mondja egyszer édesapám. Hallod, fiam Péter, kifolyott már a padláson a jó kolbászétel. Rakszekére két pár ökröt, s fog benéd zsák lisztet. Eredj véluk a malomba, s hoztok, amit visztek. Én a szénahányó villát két marokra kaptam, az ökröket sürge-fürgén szekérkasba raktam.
Befogtam a négy zsáklisztet. Zsgyúj, te hojszra csára! Oly igaz, mint hogy a nevem bokorugró sára. Balimornál Laparton, s mint a szeszgyár útpipál. Ráköszönök. Szép jó estét fényes délben senki pál? Ami nap még itten láttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, élve, avagy halva. Mondja erre. Bízom alom, megküldt a sok víztől, reggel, este, éjjel, nappal köhécse, meg prüszköl. Láza is van, s mint egy dézsa, földagadt az orra. Elment án a korcsomába, egy kis forrad borra. Indulnék, de jön a malom szembe, hát hót részeg, s azt rikoltja. Itt se vagyok, megyek és eprészek. Úgy elszaladt hanyat homlok, kecskebukát vetve, mint ha várná őt az oldalban eprészni a medve. Utcu, én sem voltam lusta, a hátára szöktem, fölzabláztam, aztán köd előttem, köd utánam, elnyargaltunk. S hogy megtértünk este, Balimornál még pipált, s a csillagokat leste. Azám, de a két pár ökör, s hol a négy zsáklisztem? Elmentek volt megfürödni, lenn a patak vízben. Arra úszott épp egy apró szivárványos ökle, s bendőjében eltűnt a liszt, s apám két pár ökre. A mollárnak fájt a foga egy kis szekérhúsra. Nosza, nyomban leütötte, aztán meg is nyúzta. Nyásra húzta, megsütötte, istenesen bevett. Mondta is, hogy nem kóstolt még ilyen finom szekeret. Mit tehettem, hazamentem, édesapám várt már. Hát te fiam, ugyan biza, hol a súlyba jártál? Elmeséltem, hogy volt, mint volt. Ő meg nagyot nevetett, s úgy megdicsért, majd letépte két felől a fülemet. Felkészül Gáspárnyika Noémi. Őrs István, halpagár. Felmásztam a hegytetőre, ahol a madár se jár, fák nincsenek, még fenyők se, csupán két zord sziklaszál. Egyik mögül előlépett, rettenetes halpagár, én a másik mellett ültem, néztem, milyen szép a táj. Mélen rágtam, kacsasültem, s jött volna a libamáj. Ám de ekkor zörren morrant, s felém indult halpagár. 10 méteres toronymedve, valóságos medve vár, 70 foga, 70 penge, tátott szájából kiáll. Roppant füllel vitorlázott, sziklán felé halpagár. Rá is sújtott bősz farokkal, s ketté tört a sziklaszál. Egyik felét égbe dobta, mai napig egyre száll. A másikat összenyomta, bolyhos talpú halpagár. Nyelve piros, szőnyegét is elém gördítette már. Szép világ, elhagylak, mégis nagy kár értem, egyre kár. Szája tátott csarnokába, csalogat már halpagár. S feldődült a fene állat, bőszebben 20 ágyúnál. Adj egy kicsi libamájat, névnapom van, nem, de bár. Megkérdeztem, milyen nap van? Halpagár, szólt halpagár. Mellém ült a hegytetőre, ahol a madár se jár. Ham-ham, mondta, s egy-kettőre elfogyott a libamáj. De jót ettünk, szólt és eltűnt köve mögött halpagár. Felkészül Sós Mária. Petőfi Sándor föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztvelget földet, szilaj hullámokat vett rémisztő ereje. Látjátok-e táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudták, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve tépve lók. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezz vele az égre, örök tanulságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Hát
Sós Mária következik, s felkészül Németh István. József Attila, aki szegény, az a legszegényebb. Ha az Isten író diák volna, s éjjel-nappal mindegyre csak írna, úgy se győzni ő se följegyezni, mennyit kell a szegénynek szenvedni. Aki szegény, az a legszegényebb, fázosságát odaadja a télnek, melegét meg odaadja a nyárnak, üres kedvét a puszta határnak. Köznapokon ott van a dologban, várt szombatját száz gond nyomorítja, s ha vasárnap kedvét megfordítja, akkor már is hétfő szomorítja. Pedig benne laknak a galambok, csillagtollú éneklő galambok, de így végül griffmadarak lesznek, holló népen igaz törvényt tesznek. Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm. De azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, brrr, vagy sárga vizet, egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már meg a kankanint, meg őszi erdőt, maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És különben is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel! Az is egy család, az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha, kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty! Thank you.
Most a harmadik, negyedik osztályos tanulókkal folytatnám. Szólítom Németh Miklóst, felkészül Lantos Boglárka. Móra Ferenc, bölcspalkú. Bölcspalkú, kis deák gyerek itt a szomszédban. Az igazi neve Pirospalkú. Bölcspalkúnak csak én neveztem el, azért mert értelmes, nyílt eszű fiúska. Öröm vele beszélgetni. Hanem azért, ami nap nem nagy öröm telt benne, csúnya mulatságot eszelt ki. Hólyagot kötött, az öreg macskájuk fejére, dióhéjcipőt húzott a négy lábára, s így kiöltöztetve fölhajította a zoltetőre.
Szegény állat, kétségbe esettem, futkározott előre-hátra, és olyan keservesen miákolt, hogy majd belehasadt az ember füle. Palkó azonban csak úgy döcögött a kazagástól. Mit csinálsz, kis szomszéd? Léptem oda hozzá. Állatos bát, játszom a macskával. Nagyon nem szeretem játék az ilyen, Palkó. Nem állarcos bál ez, hanem állatkínzás. Ó, dehogy, legyintett a gyerek, hiszen a cír most macska, nem madár. Elnye, de se füle, se farka beszéd az ilyen, Palkó. Csóváltam meg a fejemet. Hát aztán miért kéne a szegény círmosnak madárnak lenni? Azért, mert akkor nem bántanám. Azt tanultam az iskolában, hogy a madárkákat nem szabad bántani. Gyönyörködtetik is az embert, hasznára is vannak. Ott is elpusztítják a hernyót, ahová a gazda oda sem férhet. Jól van, Palkó, ezt szépen megtanultad. Na ugye, villant fel a Palkó szeme. Csak hogy a cír most nem tudám énekelni, sem egeret nem tud már fogni, mert mind kihullott a foga. Nem lehet neki semmi hasznát venni. Erre én nem szóltam semmit, csak befordultam a kamrába, és kihoztam egy zabos tarisznyát. No, gyere ide, szomszéd! Mi lesz ebből, bácsi? Meresztett a Palkó szemét nagy ijedten. Hát azt kérdezem, tudsz-e olyan szépen énekelni, mint a kanári madár? Nem én, küledezett Palkó. Se baj, hát haszna, van-e belőle valakinek? Tudsz-e már segíteni apádnak kenyeret keresni? Nem én. Na akkor gyere, hadd húzzam a fejed ezt az abostorisznyát, aztán indulj a háztetőre. Láttam, hogy bölcs Palkó nagyon meg volt ijedve. Bácsi, kérem, hiszen én nem bántok senkit. No látod, fiam, mosolyogtam el magam, szír most se bánt senkit, okos ember, jól bánik azzal az állattal, amelyiknek hasznát veszi, s kíméletesen bánik azzal, amelyik kárt nem tesz. Palkó bizonyosan megértette, amit mondtam. Abból látom, hogy azóta mindig teres a cirmos bajusza. Lantos Boglárka következik, felkészül Orbán Zsombor. Magyar népmese, a pletykás asszonyok. Élt az egyik faluba egy favágó, az erdőre járt fát vágni. Egyszer hazafelé bement a kocsmába. Azt mondják ott neki az emberek, a koma, a sógor, a szomszéd. Hallod-e, Jankó? Tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy olyan még a környéken sincsen? Azt mondja erre Jankó. Emberek, csak az én feleségem egyedül pletykás, a tietek nem? Nem, bizony! Úgy megpártolta minden ember a feleségét, mint az annak rendje. No, Jankó azt mondja. Hát ide figyeljetek, emberek! Én egy nap alatt be fogom bizonyítani, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Mondják az emberek, szeretnénk mi azt látni? Na fogadjunk egy liter borba? Úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, hogy holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. No, hazament Jankó, egy szót se szólt a feleségének. Este szép csendesen lefeküdtek. Reggel kelt az asszony, kiment etetni az állatokat. Jankó meg addig bevitt egy tojást a dunna alá. Jön be az asszony, Jankó az ágyban. Te Jankó! Veszed teremtette a fajtának, hát még mindig abba az ágyba gubbasztasz te. Hát már a hasadra süt a nap. Pajtásaid már régen mentek az erdőre, már nem éred őket utol. Ej, asszony, azt mondja, én ma nem mehetek erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Mondd már meg, mi a fene lett veled, csak nem a boszorkák nyomtak meg. Jaj, te még attól is rosszabb. Hát nyugodj ki már, mi a bajod abba az ágyba. Ej, asszony, s kihúzta a tojást.
Nézd csak, ezt tojtam az éjszaka. Hű, hallod-e, ember? De el ne pletykálj senkinek. Dehogy mondom, hát mióta a feleséged vagyok, sose nem pletykáztam. A virágért sem mondom meg senkinek. Bement az asszony a konyhába, de kifelé már azon járt az esze, hogy hát ha semmit nem is, de ezt mégiscsak el kell mondani valakinek. Ezt már mégse lehet eltűrni. Hát veszi a karjára a vizet, megy ki, néz az egyik szomszédba is, másikba, hát az egyik szomszédból éppen jön ki az asszony. Te, Mari, te! Gyere csak ide! Mondok neked valamit! Mit, te? Jaj, te! Mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó tojt! Mit csinált? Tojt! Az mit? Tojást! Rendes tyúk tojást! Az mennyit? Egyet! Nem elég az? Jaj, szomszédasszony, de el ne mondd senkinek, mert Jankó engem nagyon vág. Most mutatta éppen a tojást. Dehogy mondom, hát milyen jó szomszédasszonyok voltunk, hogy sosem pletykáztunk, ugye? Hát nem. Jaj, aztán az is gondolja, hát ezt már mégis el kell mondani valakinek. Bement a házba, gyorsan felöltözködött, no, avval elment a koma asszonyához, a másik sorra, messzire. Komám asszony, tudja, hogy mi újság van? Micsoda? Jankó 3 tojást tojt. Tojást? Nem lehet az? Most mondta a felesége, de el nem mondja senkinek, komám asszony. Tudja, milyen jó koma asszonyok voltunk, ugye, hogy sosem mondtunk el egymásnak semmi pletykát. Hát dehogy mondom. No, akkor az meg elment a nászasszonyához. Az is fölvette a pruszlikját el a másik sorra. Nászasszony, tudja, hogy mi újság a faluba? Dehogy tudom, micsoda? Még nem voltam ma sehol, nem hallottam semmit. Jaj, Jankó tojást tojt. Tojást? Az mennyit? Azt mondják, hogy 6. Hát ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban, nem tudta, hogy halad-e a pletyka. Alig várta már az estét. Este aztán fölvette a nadrágot, kabátot, el a kocsmába. Bemegy a kocsmába, minden ember rábámul, nézik őt. Jankó, hát te itt vagy? Hát itt, hát hol kellene lennem? Ha azt beszélik, hallod-e a faluba, hogy te 100-at tojtál, hogy ki is költötted a csirkéket, hogy 45 hírce, meg 45 kakas lett, 10 meg, hogy bezápult. Ezt beszélik-e? Hát ezt. Hát ide figyeljetek, cimborák! Én egyet tojtam huncutságból, de a 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát egy nap alatt bebizonyítottam nektek, ahogy megmondtam, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Hát ide a liter bort! Ettek, ittak, jót mulattak, ma is élnek, ha meg nem haltak. Orbán Zsombor következik, fölkészül Lantos Álmos. Karinti Ferenc, életre nevelés. Marci, gyere ide! Mondd meg, kisfiam, honnan van a tarhonya? Elvetik a földbe, kinő, learatják, csépelik. Nagyon jó. És a nokedli? Fán nő, nokedli fán, arról szedik le. Hát a dinnyét? Halásszák, bedobják a horgot, rajta a csali, a dinnye bekapja. Úgy van. És a mustárt? Bányásszák. A mustárbányában. A túrós gombócot, szilvás gombócot lövik, röpül a levegőben, puskával lelövik. Marci ilyenkor kap egy forintot, hogy így szépen okosan megfelelt mindenre. Évek óta folyik ez a játék, versenyt oktatgatjuk egymást a hasznos tudnivalókra. Így állapítottuk meg, hogy a hurka csúszómászó állat, 3 alfaja van, a tüdős, a májas és a véres, és hurkapálcikával táplálkozik. Többnyire épp akkor rejtik el, mikor a pálcikát le akarja nyelni, azért fityek ki száján, az a kis vadarab.
Továbbá, hogy a libamájat pincékben termesztik, ott nő jó nagyra kövérre, a nyírkos sötét falak tövén. A fruttit, zizit, tejkaramellát, szaloncukrot, s másefél a nyalánkságokat erdőn szedik, kislányok gyűjtik kötényükbe. Marci olykor fogasabb kérdésekkel is előállt. És honnan van a hal? A hal, kisfiam, nagymama gyúrja lisztből, tojásból, élesztőből és halporból. A doboz a szardéniát is? Ugyan, azt a disznóból vágják ki, a szalonnája alól. És hány doboz van egy disznóban? Attól függ, általában 40-50, de például Horváth bácsi, a szomszédos házmester, tavaly leölt egy hízott kocát, abban 120 doboz szardénia volt, és még 25 tubus szardellapaszta. Kapott is érte egy gyönyörű díszaklevelet a mezőgazdasági kiállításon. És honnan van a Roquefort? Hegyekben ered, kis Roquefort patakokban csörgedez. Lezúdul a sziklákon, folyókba gyűlik, s azok beleömlenek a nagy Roquefort tengerbe. És a tenger nem árad ki? Nem, mert a nap felszívja a párát a sajtfelhőkbe, s onnan hull le a Roquefort csapadék. Folyókba, patakokba, és így tovább. Így ismerkedünk meg a mindenség nagy folyamataival, és nyitogatjuk a tudás zárait, két fáradhatatlan természetkutató, Marci meg én. Lantos Álmos következik, fölkészül Riskó Dávid. Magyar népmese a három leánygyásza. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény. Annak a legénynek volt három szeretője. Mind a hármat egyformán szerette, nem tudott választani közülük. Gondolta magában, majd csak kipróbálja őket idővel. Hát egyszer megjött a behívója. El kellett menjen katonának 3 évre. Na, gondolta magában, most itt az idő. Kipróbálom, melyik lány hogy gyászol meg engem. Elment az egyik este az első lányhoz. Nézd, kedves szeretőm, én megyek 3 nap múlva katonának, megvársz engem, s hogy gyászolsz meg? Jaj, jaj, jajgatott a leány, meggyászollak szívemből, lelkemből. Meglátod, hogy addig meg se félsülködök, amíg haza nem jössz. Jól van, azt mondja a leány. Legény. Másik este elment a másik lányhoz is búcsúzkodni. Neki is elmondta, hogy megy katonának, s megkérdezte tőle, hogy gyászolja meg őt, mire hazajön 3 esztendő múlva. Azt mondja a leány, úgy meggyászollak, meglátod, hogy addig még a szobámat se seprem ki. Jól van, bólintott a legény. Harmadik este elment a harmadik leányhoz, s neki is elmondta, és azt is faggatóra fogta. Édes kedvesem, hazajöttem, nem. Megyek holnap katonának, megvársz engem, s hogy gyászolsz meg? Én, fogadkozott a harmadik leány, mire hazajössz, mind felhordom a padláson a moslékot. Hát, elég furcsa gyász, gondolta magában a legény, de majd meglátjuk. Elment a legény katonának. Telt múlt az idő, letelt a 3 esztendő, és mikor letelt, hazajött a legény nagy örömmel. Megy az első lányhoz, amelyik azt fogadta, hogy 3 esztendőig nem fésülködik meg. Hát, uram, teremtőm, alig ismert rá, olyan borzas volt, akkora volt a feje, akár egy bokor. Na, gondolta magában a legény, nekem elegem van belőled, és elköszött. Elment a második lányhoz. Annak meg olyan szemetes volt a szobája, hogy az ajtót alig tudta kinyitni. Na, kérdi a leány, meg vagy elégedve velem? 3 esztendőig nem sepregettem. Na, gondolta magában a legény, belőled is elegem van. Elment a harmadik lányhoz. Kérdi, édes kedvesem, hazajöttem, mivel gyászoltál meg 3 esztendőig engem? Mivel felhordtam a padlásra a moslékot, gyere, megmutatom.
Hely, gondolta magában a legény, hogy tudunk mi oda felmenni, ki tudja, hogy folyik le az a sok moslék onnan a padlásról. Mennek fel a híba, a padlásra, hát annyi szalonna, sonka, kolbász, húrka lógott ott felakasztva, bödönben a sok zsír, hogy alig lehetett tőle járni. Téged veszlek el feleségül, örvendezett a legény. Három esztendig, három nagy kövér disznót hízlaltam, dicsekedett a leány. Azokat levágattam, s itt van a hús, a zsírja, a szalonnája, a kolbász, a sonka. Meg vagy elégedve velem? Megbólintott a legény, s hamar megtartották a lakodalmat. Volt miből sütni, főzni, nem kellett gondolkozzanak, hogy mivel zsírozzák meg a káposztát, s még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Aki nem iszi, járjon utána. Riskó Dávid következik, felkészül Fülöp Szintia. Lackfi János, a nagy valóságsó. Élt egy fiú, neve Dávid. Az a kérdés, mire vágyik? Hát többek között egy versre, amelyik őt jól elrejtse. Vagy tán jobban megmutassa? Sokféle a versek haszna. Kedves fiú, barátságos. A lányok állítják, hogy sármos. A kedvesség nem jó üzlet, Dávidból is csúfot üznek. De ha felnőjön a móka, lesz belőle űrpilóta. Vagy felfedezi esetleg a multiplex fényreflexet? Hogy ez mi a csuda lenne? Megtudjuk, ha felfedezte. De ha már fel van fedezve, az se lenne Dávid veszte. Bekerül jó idő óta a legjobb valóságsóba. Ha bennmarad, lehet boldog, akárhogy mennek a dolgok. Mint nagy sztár, ki itt felléphet, a műsornak neve Élet. Fülöp Szintia következik, fölkészül Tóth Adél. Juhász Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu faggat. Ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta. Unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában. Vagy a padba felejtettem. Vagy útközben elvesztettem. Vagy a cica vihette el. Próbálkoztam újabb trükkel. Tegnap bebújt a táskámba. Mérges is lettem csodára. A lábammal dobbantottam. Ki is ugrott onnan nyomban. Ellenőrzöm, csak elvitte. Elnye, vajon hová tette? Így sorolom egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat. Jaj, de ciki. Tudja, hogy füllentek neki. A szobába apu lépett. Vágtam csodálkozó képet, ellenőrzőm ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen. Rögtön áttört a mécsesem, ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát, a tanító nénitől kaptam, mert az óráról szalkottam. Apu és az anyu nevet. Örülök, hogy jó a szíved, ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát! Tóth Adél következik, fölkészül Tóth Nándor. Romhányi József, foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén, egymás hátán hegyén, nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, s ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítélek 11-est. S mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót, de senki sem csendes a nagy embertömből, mert a másik fele harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfrecsem. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost. Fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken. Úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekkem. Azután a labdát megcélozza jól. Gól!
Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem az alapját, azt a kerek tököt, s a feje felé bökött. Erre az, ó, te gaz, engem sértegetni mersze? Persze. Mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek, fiúk, segíteni, ha vernek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek berekedni. Búzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyúlt estek estek. De a két okozót rejti már a bozót, amerre egyrészt leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal, a derék rendőrség várta szét kardlappal, le a kalappal. Most pedig Tóth Nándort hallhatjuk. Felkészül Szalontai Csenge. Kisvaludi Károly, szülőföldem szép határa. Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára? Ahol állok, ahol megyek, mindenkor csak feléd nézek. Ha madár jön, tőle kérdem, virulsz-e még szülőföldem? Azt kérdezem a felhőktől, azt a suttogó szellőktől. De azok nem vigasztalnak, busz szívemmel árván hagynak. Árván élek busz szívemmel, mint a fű, mely a sziklán kell. Kisdett hajlék, hol születtem, hely, tőled betávol estem. Távol estem, mint a levél, melyet elkap a forgószél. Szalontai Csenge következik, felkészül Erdősi Marcell. József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, megmegállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényem. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett érem. S a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Most pedig Erdősi Marcellt hallhatjuk. Felkészül Tóth Mónika. Juhász Magda, hová lett az ellenőrzőm? Anyu kérdez, apu faggat. Ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta. Unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem. Vagy a cica vihette el, próbálkoztam újabb trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mérges is lettem csudára, a lábammal dobbantottam, ki is ugrott onnan nyomban. Ellenőrzöm csak elvitte. Elnye, vajon hová tette? Így sorolom egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat. Jaj, de ciki, tudja, hogy füllentek neki. A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzöm ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen, s rögtön eltört a mécsesem. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát. A tanítónénitől kaptam, mert az órára rosszalkottam. Anyu és apu nevet, örülök, hogy jó a szíved. Ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát! Tóth Mónika következik. Előbb a begyünk, aztán az eszünk. Tudományokra akart adni egyszer a fejét a tyúk, s a lúd. Beiratkoztak az iskolába. Szígyelték, hogy mindenki rájuk fenje a nyelvét. Hányszor hallhatták szégyenkezve? Annyi esze sincs, mint egy tyúknak.
buta, mint egy liba, vagy egyenesen buta a liba, elég volt. Határozták el, s hátukon táskával elindultak az iskola felé. Épp hogy átbillentek az útszéli sáncon, hosszú nyakú lódágá gintja magát, s már fordul is vissza a sánc martjára. Kukukukac, ha nem egyéb, gágogja boldogan. A bizony a mindenét, kárálja a tyúk, s nem minden irítség nélkül, mikor látja eltűnni az ízletes oltat a kolléga csőrében. De még egy, fordul most már egészen vissza a lúd, s hát egy nagy rózsaszín csimasz, vagy miféle lehetett, mert annak is csak a végét látta eltűnni a tyúk a liba csőrében, hosszú gigájában. Erre a tyúk is félre kaparintott egy kis követ, s hát ő is talált egy csimaszt. Elsős nyírkos idő volt, hernyókat, csimaszokat nevelő, s ez lett a veszte a két iskolába igyekvőnek, de már nem is nagyon igyekeztek, aludt még a táskát is ledobta a sánc martjára. Előbb a begyünk, ráér a fejünk, rá, kárálja a tyúk, s ő is ledobja a táskáját a sánc martjára. Tömték a begyüket, tömték, de mire tele tömték, délre járt, s arra a napra vége volt az iskolának. Na majd holnap? Előbb a fejünk, aztán a begyünk. Fogadkoztak, de a fogadkozásnál is maradtak, mert másnap reggel még a kaput se lépték át, a tyúk talált egy csimaszt, és erre a lúd is keresgélni kezdett. Megint csak azt mondták, előbb a begyünk, ráér a fejünk. Ráér rá megtenni, így mai napig buta liba a lúd, s tyúk eszű a tyúk, s az is marad most már egész a serpenyőig, vagy a leveses stálig.